Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, kedves hallgatókat! Amit önök most látnak, az a jármű és hajtásának egy tantárgynak a negyedik heti előadása. Ez az előadás felvételről megy, tehát nem élőadás. Az ötödik héttől kezdve a különböző előadások azok már élőadás keretében kerültek rögzítésre. Az elmúlt héten ott hagytuk abba, hogy beszélgettünk a csavarkötés modellezésének lehetőségéről, és azt beszéltük, hogy a csavarkötés legkönnyebben rugóként lehet modellezni. És ennek kapcsán beszélgettünk is egy pár dologról, például arról, hogy a csavar rugalmassága hiszen, hogyha rugóként nézzük, ugye van az lambda nyúlása az előfeszített csavar kötésnek, ami nem más, mint előfeszítő erő szor L C csavar hossza osztva A C csavar keresztmetszet szor E, azaz a Young modulusa az anyagnak. Ugye ezt múlt héten megbeszéltük. Azt talán nem mondtam, hogy az LC az a hengeres részének a hossza a csavarnak, tehát a fej alatti hosszáról beszélek, és az AC pedig a magát mérőnél levő keresztmetszet, tehát a tömör hengeres rúd keresztmetszete a dolognak. Jó, és ennek alapján ki lehet számolni az FE per lambda értéket is. Ha el nem rontom, akkor ez nem lesz más, mint csavar keresztmetszet szor Young modulus osztva csavar hossz, és ez volt az úgynevezett SC, vagyis ez a csavarnak az a rugómerevsége, amelyet Newton per milliméterben szokásos módon meg lehet adni. És itt hagytuk abba, és akkor innen folytatjuk, megnézzük azt, hogyha a csavar rugómerevségét megkaptuk, hogyan tudjuk megkapni a csavar kötés által összefogott anyag rugómerevségét. Azt mondtuk ugye a múlt órán, hogy az összefogott anyagot lemeznek hívjuk. Az összefogott lemezek rugalmassága. És itt azonnal előjön a probléma, hogy még egy csavarnál jól láthatóan van egy hengeres része a csavarnak, ami a terhelést kapja. Az összefogott lemezek jellemzően nagyobbak, mint a csavar, és ott egy hengeres furat van a rendszerben, nem pedig egy hengeres tömör anyag rész. Hogyan lehet itt akkor rugalmasságot számolni? A legegyszerűbb az, ha ezt lerajzoljuk első körben. Tehát azt mondom, hogy van itt nekem egy valamilyen fajta anyagom, van egy másik anyagom, és ezt a két anyagot, mondjuk az egyik az valami ilyen fajta anyag, így sraffozom, így sraffozzuk. Másik fajta anyagot mondjuk így straffozzuk, és ez a kettő lemez az, ami össze van kötve a csavarkötéssel. Hol lesz a csavarom? A csavarom valahol ott lesz, itt lesz a csavarom valahol, ha el nem rontom persze. Jaj, keresek egy viszonylag normális irányt, és akkor azt mondom, hogy itt lesz valahol a csavarnak a feje. Ugye itt a feje, és itt kezdődik a hengeres fej alatti része a csavarnak. És közben itten törölgetem ki a fölösleges vonalakat, hogy lássam, mi történik. A fölösleges nem látható vonalakat kitörlöm, ugye? És akkor itt volt a csavar, és itt lesz neki egy anyukája. Ott volt a csavar, és itt van neki az anyukája.
ez pedig így szépen, ahogy tanultuk műszaki ábrázolásból, viszonylag könnyedén meg lehet rajzolni, és itt a csavarnak a végződése. És itt valahol a csavar szárán fog kezdődni a menetes rész. Így. Ezt, ahogy ez kinéz, ezt nagyjából tanulták műszaki ábrázolás 2-ből mondjuk, tehát tudniuk kell ilyet rajzolni, és akkor ebből ugye azt mondtuk, hogy itt a belső hengeres rész, ez a csavar, ennek nagyon könnyű számolni a merevségét, és ha a lemeznek, ennek az összefogott kupacnak szeretném a merevségét számolni, ott a kérdés ugye fölmerül, mi merül föl? Az merül föl, hogy mekkora az az összefogott anyagrész, amelyik itten viszi a terhet, és átfolyik rajta a csavar kötésből származó feszültség. Ha a csavar, amit meg van húzva előfeszítő erő miatt, egészen biztos, hogy itt valamekkora anyagrészem össze lesz nyomva. És az összefogott, összenyomott anyagrészt leginkább egy olyan dolog, olyan dologgal írhatom le, amely, hogy köthető legyen fontos dologhoz, azt szoktam ilyenkor mondani, hogy sör. Vagy másoknak tea. Vagy kakaó. Vagy vegán szójatej. Szóval esetleg, ha vannak itt hídépítők, akkor hidavatás. Mert hogy az alakzat, a feltételezett forma, amely az összefogott anyag részből terhelve van a csavarkötés környezetében, az klasszikusan, pirossal fogom itt jelezni, valami ilyen alak. És ha már láttak ilyen alakot, ez a térfogat az, amelyik itten viszi a terhelést, és akkor ezt be is saffozom ezzel a pirossal. Remélem, hogy színhelyes lesz a képernyőjükön, mert az éten kicsiket torzdulnak a színek sajnos. Ez a piros hordó alakú zóna az, amelyik viszi a csavar erőből származó feszültséget. Ezért mondjuk azt, hogy a csavar alá mindig anyagot kell tenni, méghozzá meglehetősen vastag anyagot kell tenni, majd konstrukcióban, mert ott az terhelést vesz föl. És jellemzően a csavarfej csúcstávolságánál kicsit nagyobbat kell oda köré tenni, hogy a terhelést nyugodtan bolyonghasson a megfelelő vastagságú anyag részben. Jó. És akkor így már meg tudom mondani azt, hogy mekkora az AL lemez keresztmetszet, amely a terhelést viszi. Hát így, ha ezt a hordót fölrajzoltam, a hordónak van egy lukja középen, meg egy külső átmérője, és ebből nagyon szépen ki lehet írni azt, hogy az AL, akkor az nem lesz más, mint hengerről van szó, tehát pi per 4, az biztos, és akkor zárójel, zárójel, S plusz, nagy S plusz L per nagy K a négyzeten, mínusz nagy D a négyzeten, így. Ez egy henger, ha megnézik, egy átmérő négyzet, mínusz másik átmérő négyzet, henger, bocsánat, gyűrűfelület, na itt már jobban látják. Gyűrűfelület lesz. És mennyi a hossza itt a lemezeknek klasszikusan, a hossza pedig itt egy, ez a távolság. A csavar szára is ilyen távolságon van terhelve, ez akkor az L, ebben nem lesz különbség a csavar meg az összefogott anyag között. Jó, és akkor nézzük mi, micsoda, és honnan jön. Az S az a laptávja a hatlapú csavarnak, hatlapfejű csavarnak.
az L a összefogott anyagrész hossza, a K pedig egy konstans, a K konstans pedig úgy satszolható meg, hogy anyagfüggő konstans, azt mondjuk, hogy acélra a K az legyen nagyjából 10, öntött vasra a K legyen 8, és alumíniumra K egyenlő 6. Ez egy közelítés, méghozzá tapasztalaton alapuló közelítés, és ezt a formulát úgy is hívják, hogy Junker képlet. Tudják, mik azok a Junkerek? Ha tanultak történelmet, akkor a Junker az nem más, mint kelet-porosz földbirtokos. De hogyha hallottak a nagy októberi szocialista forradalomról, akkor ott is voltak kadetek, meg eszerek, meg Junkerek. Ezek az ottani kisbirtokos, nagybirtokos csapatokat hívták Junkereknek. Jó? Esetünkben a Junker az nem egy politikai fogalom, hanem a Gerhard Junker nevű tudós, aki az 1960-as évek végén foglalkozott a csavarkötés lelki világával. Úgyhogy ez nagyságrendileg olyan, hát ha el nem tévedek, akkor 1967 körül rakta össze ezt a logikát, hogy a csavarkötés viselkedését pontosan lehessen írni. Ha esetleg tévedtem, az interneten utána tudnak nézni, akkor elnézést kérek, de legjobb tudásom szerint nagyjából ez az időszak, Gerhard Junkerről van szó, és ő az, aki sokat vizsgálta ezt a dolgot. Jó, és akkor ahogy a csavarkötésnél már, a csavarnál tudtuk, meg lehet szabni azt, hogy a delta, ugye ez volt az összefogott lemezek összenyomódása, ez akkor Fe szer L per A lemez szor E lemez. Ez miért lehet különböző? Igen gyakran van például a hengerfejeknél, hogy egy acélcsavar alumínium hengerfejet fog le, vagy régebben volt, hogy acélcsavar öntött vas hengerfejet fogott le. Vagy például önöknek van egy nagyon kellemes alumínium felnie, és akkor az acélcsavar alumínium felnit fog hozzá a kerékagyhoz. Az E lemeznél és anyagnál és a csavarnál különböző lehet. És hát a lemez merevség, ugye SL, az nem lesz más, mint FE per delta összenyomódás, és ez nem lesz akkor nekem más, mint lemez keresztmetszet szor lemez Young modulus osztva a lemezek vastagsága. Ha például dolgoznak kerékszerelőnél nyári munkán, fogják látni, hogy ugye minden kerékcsavar megvan adva a meghúzási nyomaték. És azt is fogják látni, hogy a meghúzási nyomaték acélfelnire és alumíniumfelnire más. Nem csak a csavar formája, a csavar fej formája, a csavar fej alatti kialakítás tér el acél és alumíniumfelnél, hanem a meghúzási nyomaték is, mert acél és alumínium kerekeknél más az anyag által még megengedett, átvihető, összeszorító erőből származó feszültség. Jó? Tehát ésszel, hogyha az 1002-es ladára fölkerül az alufelni mondjuk, vagy mondjuk a Volkswagen bogára fölrakják a Porsche alufelnit, vagy mondjuk a Fiat Uno turbóra fölrakják a Maserati felnit, nagyon figyeljenek arra, hogy a meghúzási nyomatékot tessék megfelelően beállítani, mert nem ugyanaz, mint a mezitlábas soklukú acélfelnél, hanem kisebb. Jó, akkor megyünk tovább, és akkor nézzük, ugye a delta volt anyagok összenyomódása, SL volt az összefogott anyag rugalmassága. Jó, megyünk tovább, és akkor gondolkodjunk. Legyen F egyenlő állandó és nem nulla üzemi
erő. Tehát az előfeszített csavarkötésemre valamilyen fajta üzemi erő rátelepedik. Hol van a hatásnak a helye, erőhatás helye? Ez is külön filozófia kérdése. Az erőhatás helye, azaz ebben a rendszerben itt, amit megfeszítettem, összehúztam, a piros zónai összenyomással terhelt, csavarszár húzással terhelt, a az összeszorított lemezeket szétválasztani igyekvő erő az hol bújik bele ebbe a rendszerbe. Hát most mondjuk azt, hogy az erőhatás helye az legyen nekem a csavarfej alatt. Tehát az az erő, amely a csavarkötést szétszedni igyekezik, tegyük föl, most első közelítésben, hogy ez valahol a szétszedést, keresek egy ceruzát, ami nem volt még, hogy lássuk a különbséget. Hát, igen, ez nem volt még. Azt mondja, erőhatás helye a csavarfej alatt, az azt jelenti, hogy itt akarom F üzemi erővel szétszedni a rendszert, de mondhatom azt is, hogy itt akarom szétszedni a rendszert. Összefogott dolgokat, itt az FÜ üzemi erő, itt van üzemi erő, itt van, meg itt van, ezen a szinten ping, szét akarja szedni. Mi fog ilyenkor történni? Azt mondjuk, hogy ábrázolás, diagramban, a következőt tessék figyelni. Ugye múlt héten már rajzoltunk olyat, hogy itt egy csavarerő diagram, vízszintes tengelyen volt a deformáció jellegű mennyiség, függőleges tengelyen volt az erő jellegű mennyiség, és ha jól emlékszem, úgy voltak ezek színkódolva, hogy volt valamekkora FE előfeszítő erőm, amiből volt nekem valamekkora csavar, deformációm, és volt valamekkora összefogott anyagdeformációm, és ugye ez volt itt nekem a delta, ez volt itt nekem a lambda, látják? Lambda és delta, csavaroldal, összefogott anyagoldal, és akkor ha ezt nézem, hova rakom itt az üzemi erőt? Az üzemi erőt úgy tudom felrakni a rendszerre, hogy tovább húzom a csavarnak az egyenesét, és az üzemi erőt, milyen színen jelöljem, mondjuk sárgával jelölöm, az üzemi erőt nagyságban arányosan egy függőleges vonalként rajzolom bele a rendszerbe, és ez itt nekem, ez a sárga szakasz, ez lesz itt az F üzemi erő. Látjuk? Ez az üzemi erő, ami terheli ezt a csavarkötést. Ezt az üzemi erőt, ha megnézem, valószínűleg szét fogom tudni boncolni. Úgy tudom szétboncolni, hogy ez szétesik az előfeszítő erő szintjénél két szakasszá. Az egyik szakasz az előfeszítő erő alatt lakik, a másik szakasz az előfeszítő erő fölött lakik. Látom? Ennek az FÜ-nek a helye az annyi, hogy itt fölmérem az FÜ-t, milyen magas, és ide átmásolom. Grafikusan szépen föl lehet rajzolni. Az FÜ-t, ha szétszedem két részre, akkor a következőt fogom látni. A felső szakasz, ez lesz az úgynevezett FT, többlet, erő, az alsó szakasz lesz az FL, lazító erő, és ami a lazító erő után marad, ez a szakasz, ez az FE vessző. Na, akkor ezt írjuk föl gyorsan.
FT ez volt a többleterő. FL ez volt a lazító erő. És az FE vesző, ez a maradó előfeszítő. Maradó előfeszítő erő. Jó? A kérdés fölmerül, hogy miért szedtük ezt szét. Ezt a üzemi erőt. És miért pont így szedtük szét? Azért szedtük így szét, mert ha megnézzük, az FT komponens az a csavart fogja terhelni, az amúgy is húzott csavarszárat még jobban meghúzza. Tehát többleterő a csavarban. Többleterő a csavarban. Az üzemi erőnek az FT részét a csavar fogja látni, mint többletterhelést. Az FL lazító erő komponenst azt a lemezek fogják látni, az összenyomott lemezeket, az üzemi terhelés egy része igyekszik visszalazítani, az összenyomást csökkenteni. Lazító erő a lemezekben. És a maradó előfeszítő erő az, amelyik nagyon fontos, az üzemi erő hatása alatt ez az, amelyik a kötés biztonságát fenntartja. Ha például hengerfejtömítésre gondolok, akkor a hengerfejtömítés, sima tartályfedéltömítésre gondolok, meghúzom az előfeszítő erővel. Meghúzom a csavart adott nyomatékkal, az adott nyomaték valamekkora előfeszítő erőt bevisz a rendszerbe, és a valamekkora előfeszítő erővel rendelkező kötésre, ha rárakom az üzemi erőt egy tartály belső nyomásából például, akkor az üzemi erő hatására a kötésben a két felület között az FE vesző erő marad meg. Ha tömítenem kell, tömítettséget biztosítani, akkor ezzel az FE vesző erő értékkel tudok számolni, ez lesz az, amelyik dolgozik a kötésben a két felület között. Úgyhogy itten történik ez meg az. Mire szoktam itt vigyázni? Arra szoktam vigyázni, hogy a csavarban levő többleterő az ne legyen túlságosan jelentős része az üzemi erőnek, mert akkor a csavar nagyon hamar plasztikus deformációs zónába érkezik, és azt az ember nem mindig szereti. Néha szereti, és direkt úgy húzza a csavarkötést, de az esetek jelentős részében meg nem szereti. Úgyhogy erre vigyázz. Na nézzük, hogyan tudom kiszámolni az FT-t, az FL-et, meg az FE vesszőt. Vegyük észre a következőt. Azért itt háromszögekkel dolgozunk, és a háromszögek között vannak hasonlóak. Ha itt van nekem egy szögem, ez legyen mondjuk itt a meredeksége a csavarnak, ez legyen mondjuk a fi szög, itt meg legyen nekem egy másik szög, ez a meredeksége az összefogott lemezeknek, ez a psi szög. Ezt nagyon szépen fogom látni ebben a kis háromszögben is. Megint, ha ügyes vagyok, azonos szárú szögek és merőleges szárú szögek, párhuzamos és merőleges szárú szögekkel tudok dolgozni, a fi itt is itt lesz. Itt is fi szög van. És azt mondja, hogy szögek, ha azok merőleges szárúak, ez erre merőleges, az biztosan működik. Vagy csak egyszerűen ez ezzel párhuzamos, ez meg ugyanaz, ezzel párhuzamos, akkor itt lesz nekem egy psi. Kutya kötelessége ennek itt psi szögnek lennie. Jó, és innentől kezdve már is tudok dolgozni. Azt mondom, hogy a többleterő az nem lesz más, FT egyenlő, ha el nem rontom.
bontottam az F üzeméből fog kijönni. Az F üzemének az a része, amelyik olyan, hogy szorozva 1 per 1 plusz tangens psi per tangens fi. És ez a tangens psi meg tangens fi, ez másképp is fölírható. Mondjuk azt, hogy legyen a tangens psi per tangens fi, ugye ez nem más, mint a rugalmasság egyenes meredeksége, és azt tudjuk középiskolából, hogy a rugalmasság egyenes meredeksége az nem más, mint a rugómerevség, vagyis ez egyenlő S lemez per S csavar, kis s L, kis s C, lemez merevség per csavar merevség, de ha a háromszögem stimmel, akkor az másik oldalak is stimmelnek, ez nem lehet más, mint lambda csavar megnyúlás per delta lemez összenyomódás, és ez mind legyen egyenlő egy gammával, akkor ezt összerakosgatva azt fogom kapni, hogy az F többlet erő, ez nem más, mint F üzemi erő, szor 1 per 1 plusz gamma. Ez a kis gamma. Jó? És a gammát úgy hívják, hogy a csavarkötés merevségi viszonya, ugye merevség arány, csavarkötés merevségi viszonya ez a gamma. Jó. Ez akkor remélhetőleg tiszta. Ha a csavarkötés merevségi viszonya megvan, lazítóerő definíciót láttuk, többleterőt láttuk, maradóerőt látjuk az ábrából, akkor ezt csak fölírom. Ezt csak fölírom a továbbiakban. Tehát a csavarban ébredő legnagyobb erő ez a következő lesz, ugye F max egyenlő F előfeszítő plusz F többlet, F előfeszítő plusz F többlet, és a lemezbe maradó összeszorító erő az meg nem lesz más, mint Fe vesző egyenlő F előfeszítő mínusz F lazító. És ugye ez lesz akkor egy F előfeszítő minimum. Fe min. Arra mindig vigyázzunk, hogy a csavarkötésben a maradék erő, az Fe vesző, az ne essen a szükséges szint alá, vagy ne legyen mondjuk negatív érték, mert akkor a csavarkötés egyszerűen nem működik. Tehát én meghúzom a csavart, de az üzemérő akkora, hogy a lazítóerő komponens nagyobb, mint az előfeszítőerő, akkor az a csavarkötés nem jól van tervezve, nem jól van meghúzva, nem jól vannak az anyagok kiválasztva és összepárosítva, úgyhogy akkor az nem fogja azt a feladatot ellátni, hogy merőleges összeszorító erőt adjon a felületeknek, amilyen összeszorító erő hatására létrejövő súrlódáson átvihető a szükséges erő, vagy mozgás, vagy teljesítmény. Értjük? Tehát a csavarkötés szerepe minden esetben a felületeken a normál erő létrehozása, ahhoz pedig kell egy nem nulla Fe min, vagy Fe vesző. És akkor figyelünk. Mert hogy eddig azt mondtuk, hogy a csavarfej alatt mászik a rendszerbe az üzemérő,
A valóságban F ü hatásának a helye amit úgy hívunk, hogy erőbevezetés, a lemezek belsejében van. Ezt úgy tudnám könnyedén megmutatni, hogyha felrajzolom a szokásos ábrámat, ahol azt mondom, hogy itt a csavarkötésből a csavar feje, itt vannak alatta az összefogott anyagok, ez a felső lemezke. Ez az alsó lemezke. És akkor itt van egy anya, amelyik összefogja az alkatrészeket. Itt a csavar vége, és itt van valahol a csavarnak a mellettes része. Látjuk? És akkor azt mondjuk, hogy a valóságban, ugye itt volt nekem valami L hosszúság, ami az összefogott rendszer hosszúságát mutatta, és a valóságban az erőbevezetés az nem a csavar feje alatt, hanem valahol így benne, valamilyen szinten van a rendszerben, itt az F üzemi erőbevezetve a rendszerbe, valamilyen L-nél kisebb távolságon. Ez egy kicsit furcsa, mert tűnik elsőre, de tényleg így van. Itt az F bevezetés valahol itt anyag közepében. Minél vastagabb a közrefogott anyag, annál inkább ez látszik. Ilyenkor tudok még egy távolságot megadni. Ez lesz az erőbevezetés távolsága, amit L index T-vel szoktam jelölni, kis L index kis t-vel szoktam jelölni, és akkor mit tudok? Itt akkor az LT, ez a tehermentesített anyag hossza, és az L-LT, ott mi történik? L-LT, tehát ezen az alsó szakaszon, meg ezen a felső szakaszon mi történik? Hát az történik, hogy a nyíl irányában, mit rajzoltam rosszul? Azt rajzoltam rosszul, hogy itt nincs két irányú FÜ, az FÜ csak szétszedni igyekezik szerencsétlen rendszert. Az FÜ az szétszelegetni igyekszik a rendszert mindig. Tehát itt akkor erre összenyomódik a rendszer még jobban ezen a kis szakaszon. Itt még jobban össze fog nyomódni a rendszer. Itt pedig tehermentesül. Na már most, józan paraszti, igen, L-LT, tehát ez a jobban
összenyomott. Jobban összenyomott anyag hossza. Tehát itt most akkor nem csak a csavart húzza meg jobban a többleterőm, hanem az összefogott anyag egy részét is jobban összenyomja az üzemérő, hogyha ezt a felfogást veszem valósnak. Ami biztos, legyen LT per L, ugye ez egy N kis N tényező, és a kis N tényező az láthatólag mindig kisebb egyenlő 1-nél. És akkor így tudok tovább gondolkodni a következő módon. Ebből az fog kijönni, hogy lesz nekem kettő verebségem, S lemez szimpla V, ami egyenlő S lemez per N. Ez a lazított rész merevsége. Lemezről beszélek. Ez lesz a lazított rész merevsége, és lesz egy S L dupla V, ami nem más, mint S L osztva 1 mínusz kis N. Ez lesz a jobban nyomott rész merevsége. Na már most. Azt látjuk, hogy az üzemérő szempontjából a csavarszár és a jobban nyomott rész az valószínűleg sorba fog kapcsolódni. Úgyhogy ezt fel is tudjuk tételezni. Feltevés. Csavar és jobban előfeszített rész sorba kapcsolódik. És akkor azt tudjuk ugye középiskolából, hogy a sorba kapcsolt rugóknak milyen fajta a merevsége. Tehát eredő rugómerevség az úgy fog kijönni, hogy 1 per kises index csavar kis v, mint változott, az egyenlő 1 per kises csavar plusz 1 per kises L, méghozzá dupla V, mert ez a jobban összenyomott. És akkor lazított rugómerevség lazított rész rugómerevsége az lesz az SL szimpla V, és akkor ebből már megint kijött valami új, méghozzá egy új merevségi viszony. Új merevségi viszony, ez az új gammát kapok. Lesz egy gamma
V, ami nem lesz más, mint S index kis L kis V per S csavar kis V változott. Jó? Tehát az a feltételezés, hogy a terhelő erő, csavarkötés terhelő üzemi erő valahol az anyag belsejébe bújik és hat, nem a csavar feje alatt, az a csavarkötésnek a merevségét alaposan átvariálja, és a kezdő gamma merevségi viszony helyett lesz egy gamma V módosított merevségi viszony. Kérdés, hogy ez jó nekünk, vagy nem jó nekünk? Hát persze, hogy jó nekünk. Különben nem lenne jó, nem csinálnánk. Ha megnézzük, ugye indultunk onnan, hogy itt a csavar merevségi ábránk, vízszintes tengely deformációk, függőleges tengely erők. Hoppá, mondom, csak erők vannak itt. Itt meghúzok valamekkora előfeszítő erőt, ugye itt volt nekem a csavar, ez volt itt a lambda deformációja a csavarnak, méghozzá a lambda nyúlás. Itt volt valahol a delta összenyomódása a lemezeknek, és ha ez így működik, ugye ebbe raktuk bele sárgával, itt volt benne, húzom itt most tovább, itt volt benne sárgával az üzemi erő szakasz, és az üzemi erő szakasznak ez a felső része volt a csavar többlet terhelése. Most, hogyha az új merevséget rajzolom be ugyanebbe az ábrába, egész biztos az fog kiderülni a rendszerből, hogy az új merevség hatására ez az egész rendszer itt e körül a pont körül fog elmozdulni. Meg is fogom pirosra ezt a pontot jelölni, ez itt a horgonypontunk. És ha a lemezekkel a csavar sorba fog kapcsolódni, akkor egy picit lágyabb lesz az egész rendszer, és akkor itten szaggatottal ha jól csináltam, itt most az arányokat egy kicsit elbaltáztam a láthatóság kedvéért, lágyabb lesz nekem a csavaroldal, és merevebb a lemezoldal. A háromszög arányai eltolódnak. Itt lesz nekem akkor egy sokkal kisebb delta V módosult, változott, és egy valamennyivel nagyobb, az ábra kicsit itt túlzóba sikerült, itt lesz egy lambda V. Elmozdult ez is. Jó ez nekem? Hát mindjárt meglátjuk. Ugye azt mondtam, hogy itt tovább fog húzódni a csavarmerevség, és hogyha az üzemi erőt ebbe az új rendszerbe akarom beletenni, itt volt az üzemi erő az eredeti rendszerbe, akkor ezt lejjebb fogom engedni valamennyivel. A szakaszhosszom nem fog változni, a függőleges helyzet nem fog változni, de bizony a pozíció máshol lesz. Itt lesz nekem egy FÜ, és mit fogok ebből látni? Önök már látják? Ha a fejem arra veszem, akkor látni fogják. Itt volt egy csavar terhelő többleterőnk, amely nagyjából közel nullára összezsugorodik, hogyha a terhelésen viszonylag jól van tervezve, és az anyag belsejében jön elő. Látják? Tehát így a csavarra jutó többlet terhelést tudom minimalizálni, ami rettentően hasznos lehet. Fogják majd később látni. Ez tehát statikus eset, mikor a csavar terhelő üzemi erő, az FÜ, az konstans, időben állandó. De persze nem ez az eset. Egy kompresszor hengerfej csavarnál, egy belső égésű motor hengerfej csavarnál, ez garantáltan nem így működik.
Úgyhogy akkor most nézzük a következő esetet. Tehát miért fontos az, hogy itt a erőbevezetés kellően vastag anyagoknál ne pont a csavarfej alatt legyen? Hát azért, mert abban az esetben, hogyha azt mondom, hogy legyen Fü üzemi erő nem állandó, abból az jön ki, hogy ekkor Ft többleterő, nem egyenlő állandó, és F ellazító erő, az se egyenlő állandó. Ez eddig tiszta, ugye? Na, ha ezt megint csak fel akarom rajzolni, tehát F többlet nem állandó, és F lazító se állandó, ha ezt a szokásos csavardiagramomba fel akarom rajzolni, a rugódiagramban, akkor ugye itt volt nekem valamekkora előfeszítő erő Fe, itt volt a pont, itt van nekem a csavarmerevség, itt van nekem a lemezmerevség, és akkor ebbe a kupacba rakom bele, az üzemi erőmet, amely mondjuk itt nekem ez a szakasz üzemi erő, de ez a szakasz nem egy állandó konstans, hanem amilyen pechem van, ez egy időben változó üzemi erő. Hogyha az üzemi erő ilyen időben változó, akkor bizony nincs szerencsém, mert a csavarban valószínűleg ezt fogom látni, én terhelőerőt, és a lemezben pedig mit fogok látni? A lemezben ezt fogom látni, mint terhelőerőt. És nem sokára fogjuk tanulni, hogy ez a fajta terhelés, időben periodikusan változó terhelés, egy nagyon rusnya fajta terhelés, és olyan dolgokra képes, amelyekről nem is gondoltuk volna, hogy ezek megtörténhetnek. Tehát az, hogy a többleterő, időben változó többleterő, ugye ez volt az FL lazító, amelyik időfüggvény, ez volt az FT, többleterő időfüggvény. Tehát azt, hogy az időfüggő FT-t a lehető legkisebbre csökkentsük, az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát itt, ebben az esetben, itt az S csavar merevség csökkentése, tetszik figyelni? Csavar merevség csökkentése. És SL növesztése, merevebb összefogott anyagok, bármelyik, vagy a kettő együtt csökkenti a csavar terhelését. Vagyis józan parasztésznek némileg reflexbe ellentmondó módon, ha nekem időben változó a terhelésem, a csavarüzemi terhelése,
akkor direkt viszonylag nyúlós, rugalmas, lágy csavart kell alkalmaznom, és jó merevre kell terveznem a csavar furat környezetét. Ekkor tudok olyan csavarkötést létrehozni, amely az időben változó többletterhelő erő hatását minimalizálni tudja. Hogyha direkt berakok egy jó bumszli masszív csavart, akkor mi fog történni? A kék görbe meredekebb lesz, tehát a kék görbére eső üzemi erő rész nagyobb amplitúdójú lesz. A bumszli erős csavar sokkal hamarabb fog elpattanni, eltörni, elromolni. És ez azért viszonylag a józan parasztész ellen hatónak tűnik, de hát a csavarkötés már csak ilyen. Jó? Talán a Bruce Lee mondta azt, ha nem tudják ki a Bruce Lee, akkor tessék megfigyelni, keresni az interneten, vagy az aikidósok is mondják azt, ha az aikidó elveit nem ismerik, akkor tessék megkeresni. De vicc is mondja azt, ugye, hogy mit kell adni a hasmenéses elefántnak. Biztos rájöttek, utat kell neki adni. Ha a terhelés mozogni akar, változni akar, a szerkezetünket deformálni akarja, akkor hagyni kell, hadd deformálja. És ki kell számolni olyan szerkezetet, amelyik ezt a deformációt üzemszerű működés közben elviseli. Ennyire egyszerű. A fizikával nem tudunk mit csinálni, fizika az fizika. Együtt kell vele élni. Jó. És akkor ilyen csökkentett csavar, csökkentett merevségű csavar, például az úgynevezett magra gyengített csavar. Magra gyengített csavar alkalmazása. A magra gyengített csavar azt jelenti, hogy hosszú a csavarnak a szára, viszonylag hosszú, és a hosszú szár nem menetes részén az átmérővel D3 magátmérő alá megyünk. Jó? Tehát egy klasszikus hengerfej csavar az viszonylag hosszú, tehát 140-150 mm. Az utolsó 40-50 mm-en van rajta menet. És akkor a 100 mm hosszú fej alatti rész, az vékonyabb, mint a D3-as magátmérő. És így lehet a csavar kellően lágy, vagyis ez a görbe így lehet kellően lapos. És ha ilyen lapos a görbe, akkor ez az ugráló, színuszos FT rész, így lesz kellően lapos ahhoz, hogy a csavarkötés viszonyát az időfüggvényében ne igen változtassa, ne igen legyen hatással rá a üzemi erő időbelisége. Ez nagyon fontos. És emiatt fontos az is, megismétlem, hogy előfeszített csavart nyírásra nem terhelünk. Előfeszített csavart úri helyen nyírásra nem terhelünk, pont azért, mert ha eleve a hosszú szára direkt vékony keresztmetszetű, nyírásra az egyáltalán nem lesz terhelhető, elhajlik például, ahelyett, hogy elnyírodna. Ha az ember mondjuk trágyahordó taligát csinál, és a egyszem kerék tengelyének vastag csavarszárat használ, az rendben van. De mi jellemzően, mint tervezőmérnökök, nem trágyahordó taligát fogunk tervezni, tehát nem nyírunk csavarkötést, nem is számoljuk a nyírást, tehát tök fölösleges, nem lesz olyan terhelése. Amire egy csavarkötés elkezd nyíródni, addigra már
az előfeszítő erő rég eltűnt belőle, és akkor már a rendszer, a szerkezet rég hibás állapotban van, azt meg észre kell venni. Úgyhogy erre tessék figyelni. Nem is kell számolni a nyírását a csavarnak, hogyha a szerkezetünk ép és egészséges. Jó. Ez akkor a csavar meg az ő előfeszítése, illetve a erővezetés hatása. És akkor lépünk tovább. Még egy érdekes dolog, és nagyon fontos dolog. Terhelés-eloszlás. Terhelés-eloszlás a meneten. Ez már itt izgalmas. Következőt fogom látni. Azt fogom látni, hogyha azt mondom, hogy itt van függőlegesen egy erőjellegű tengelyem. F, erő. Vízszintesen meg egy diszkrét sor, ami a menetek száma. És itt lesz akkor nekem valahol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor a következőt fogom látni. Ide be tudom húzni a 10%-ot, ami itt az FE százalékos értéke. Ez 1, 2, 3, 4, valahol itt lesz a teteje. Ide behúzom a 38%-ot. És akkor azt fogom látni, hogy a meneteknél ez valahogy így alakul. Kihúzom a színnel, hogy lássuk. Mit látok? Azt látom, hogy a előfeszítő erő a meneten egyenlőtlenül oszlik meg. Az első menet nagyon nagy terhelést kap, a következő kisebbet, még kisebbet, még kisebbet, még kisebbet, a hatodik meneten már nagyjából 10% terhelés jut a menetre, és ennek vannak következményei. Milyen következményei vannak? Triviálisan ebből következőt látjuk. Hosszú anyamenet nem szükséges. Fizikailag le lehet gyártani, de a hatodik menettől az egyes menetek terhelése olyan csekély, hogy technikailag a teherhordásban nem vesznek részt. Ebből viszont az is kijön, hogy létezik az úgynevezett becsavarási hossz fogalma, becsavarási hossz fogalma, amely megmondja, hogy milyen magas legyen az anyamenet, milyen hosszan kell menetet csinálnom különböző fajta anyagokba, hogy a csavart becsavarhassam. Általában a csavar részen több hosszabb menet van, mint az anyában, mert a csavar pozíció változhat az anyához képest, de az anya teherhordó rész menet mennyisége az konstans. Na már most, hogyha a csavar és az anya azonos anyagú, akkor a becsavarási hosszhoz D névleges átmérővel megegyezik. Ha a becsavarási hossz D névleges átmérővel megegyezik, ebből jön az ki, hogy melyik névleges átmérőnek mekkora a szabványos menetemelkedése.
a 6-osnak, a 8-asnak, a 10-esnek akkora a szabványos menetemelkedése, az alap értelmezetként definiált, hogy a 6 menet elférjen 1D hosszon. Nyugodtan lapozzák fel a különböző filmtechnológiai és gépelemekes táblázataikat, és számoljanak vissza, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem igaz. Nagyon szépen ki fog jönni az, hogy 1D-ben 6 menet van. Alapértelmezés szerint. Hogyha az anyagok különbözőek a csavar és az anyag között, itt jellemzően a csavar acélból szokott lenni, az anya az lehet réz, alumínium, öntött vas vagy bármi, attól függően, hogy külön anyát számolok, vagy zsákfurat van valamilyen fajta anyagban. És akkor azt mondom, hogy hát más anyagnál mi a helyzet. Öntött vas, a szilárdságileg majdnem acél, itt olyan 1,25D becsavarás elég szokott lenni. Alumínium azért az jóval puhább, meg az kuszik-mászik, ott azért a másfél D legalább kell. Ha pekhen van, akkor másféltől kettőig elmehetek, és műanyag, hát az teljesen puha az acélhoz képest. Ott a 2,5D az nem kevés. A műanyag annyival puhább, hogy az egységnyi teherbírása menetnek sokkal kisebb, emiatt egyszerűen több menetet kell használnom, hogy az viszonylag jól működjön. Jó, ezt tessék nagyon figyelni majd, és ha számolgatják a mozgatósós feladatjukat, háziukat, akkor fogják látni, hogy az orsó anyagától függően, vagy az anya anyagától függően, ha ez egy műanyaganyás szerkezet, akkor hosszabb a műanyag anya, hogyha az anya valahol a mozgatósóban fémből van, alumíniumból vagy acélból, vagy öntött vasból, akkor rövidebb maga az anya. Fogják látni. És akkor pár szó arról, hogy a csavarkötéssel mi történik, hogyha elkezd dolgozni. Csavarkötés. Lazulása. A lazulás attól függ, hogy a csavarkötés milyen. Lazulás típusa. Először azt mondom, hogy lazulás meghúzott kötés esetén. Van egy csavarkötésem, azt jó erősen meghúztam, előírt nyomatékkal, jól kiszámoltam, hogy annak bírni kell a terhelést, a becsavarási hosszom teljesen megfelelő. Mi fog vele történni? Hát, történhet sok minden vele. Az első ilyen, ha például alumínium az anyamenet, akkor történhet például relaxáció. Azaz, időfüggően eltűnik a feszültség belőle. Aztán lehet olyan, hogy kúszás. A kúszás meg azt jelenti, hogy állandó terhelés hatására fogja magát az anyag és elkezd alakváltozni. Ez roppant kellemetlen tud lenni. Ha elkezd alakváltozni, akkor ugye az összenyomott anyagom jobban összenyomódik, és akkor a csavarból eltűnik az előfeszítés, hiszen az anyag, amit összenyomott, az kisebb, akkor az előfeszítő erő ping-ping-ping-ping-ping összeesik és eltűnik. Nagyon vicces. Itt most mikrométerekről beszélünk, tehát milliméter ezred részéről beszélünk, és már hatással van egy kötés életére. Ugye a kúszásnál F egyenlő állandó, és mondjuk a delta
növekedik. Relaxációnál F csökken le. Delta egyenlő állandó. Kimászik az erőrendszer. Tök vicces. És van olyan, hogy önműködő elfordulás. Önműködő elfordulás akkor történik, hogyha az üzemi terhelésünk iránya az a csavartengelyre merőleges. Vagyis Fü merőleges a csavar tengelyre. És Fü egyenlő időfüggvény. Ez a kettő, ha előjön, akkor egészen tuti biztos, hogy a csavarkötésem le fog lazulni. A kérdés az, hogy mikor és mennyire. Hogyha a csavarom kellően lágy, akkor nagyon sokára. De le fog lazulni. Úgyhogy ilyen csavarkötéseknél elő kell írni azt, hogy rendszeres időközönként az ember oda megy a nyomadék kulcsa és húz egyet rajta. Ahány ilyen csavar van, annyin húz egyet. Mert ez ilyen. Akit ez jobban érdekel, eljön hozzánk tidékázni, vagy diplomát tervezni, és nagyon jó ötlet ilyenekkel játszani. Az ember azt hitte, hogy meghúzta és jó, megtervezte és jó, és megtervezte és nem jó. Mert kihagyta ezt a fajta jelenséget. No, lazulás típusa még. Lazulás típusa még egy pillanat. Kis helyet kell csinálnom itten. Van olyan, amikor a kötésem eleve nincsen meghúzva. Laza kötés. Mert bármilyen fajta okból hézagot állítok ilyesmi, ilyenkor biztosan úgy kell csinálnom, hogy az anya az valamilyen módon biztosítva legyen, vagy a csavar biztosítva legyen, hiszen nincs előfeszítő erő benne, és ha akkor nem biztosítom le a csavart, akkor ugye elvesztés van. Egyszerűen az anya a rezgések hatására, meg a kötésbe fellépő erők hatására letekeredik a csavarról, és megint csak elvész. Ilyenkor kötelező a csavarkötést biztosítani. Biztosítása. És a csavarkötés biztosítása egy külön tudomány, rengeteg fajta megoldás lehetséges. Alapvetően, amit tudunk csinálni és szoktunk csinálni, az az, hogy a csavar vagy az anya elfordulását akadályozzuk mechanikus módon, úton. Elvileg a tanszéki honlapon vagy a Moodle rendszer honlapján itt a közlekkaron találnak egy kis PPT-t, ami a különböző csavarbiztosításokat mutogatja ábrákkal, de ha az interneten körül turkálnak, ott is rengeteg fajta zseniálisabb csavar elfordulás ellen rögzítő módszert találnak. Itt csak felsorolok néhány módszert. Klasszikus elem például relaxáció ellen a rugós alátét. Ezt
abban az esetben lehet alkalmazni, hogyha a terhelésem nem időbeli jellegű, csak az anyag olyan, hogy szeret kúszni, mászni és dolgozni, a rugós alátét teljesen jól tud működni. Hogyha a szerkezetem rezgős fajta, akkor a rugós alátétet óvatosan kell, hogy használjam, mert a rezgős szerkezetnél jó, ha van, de azért ő is tud deformálódni saját maga, hiszen rugó ő maga is. És ha forgó alkatrészem van és motortér belsejében dolgozok, akkor a rugós alátétet egyszerűen elfelejtem, mert én láttam több mint egy rugós alátétet már eltörni, és a forgó alkatrészek közé olajtérbe belső rugós alátét darabka az nagyon kemény dolog, és nagyon nagy bajt tud csinálni, tehát ott nem használom ezt a fajta alátétet. Hogy működik ez? Amikor a csavarba elkezd csökkenni a feszültség, akkor a rugó ugye ellentart, és kirugózik, és a kirugózásával megtartja egy darabig a feszültségszintet. Belső égési motor belsejében szigorúan tilos használni ilyen fajtát. Aztán vannak olyanok, hogy biztosító elemmel összeépített anyák. És itt a paletta hatalmas méretű, egészen onnan, hogy mondjuk a menet, anyamenetbe építek egy deformálható, puha műanyag gyűrűt, és akkor ez meghúzáskor deformálódik plastikusan, emiatt rátapad a csavarmenetre, vagy azt mondom, hogy az anyát picit befűrészelem, és összekalapálom a befűrészelést tengelyirányban, és emiatt akkor egy kis plastikus deformáció lesz az anyában, és megint csak nem engedem lepörögni. Rengeteg fajta ilyen opció létezik. Vagy az anyám van speciális formájú alátét ráperemezve. Megnézik a PowerPointot, rengeteg fajta opció van. Vesző, hullámos, vagy harang alakú alátét. Nem harang, hanem harang alakú alátét. Vagy műanyag gyűrű. Vagy deformált anya. Műanyag gyűrömeletem menetben. Tehát lehet egy összeépített anya, rajta van egy hullámos vagy harang alakú alátét ráperemezve, a menetben van egy puha műanyag gyűrű, ami aztán plasztikusan fog deformálódni, hogyha ráhúzom a csavarra, vagy egy önmagában deformált anya, ahol a plasztikus deformáció feszítést fog okozni, hogy a csavarra fölrakom, és ez szépen tart, ameddig tart. És hát persze lehetséges olyan is, hogy reteszelő fogazatú reteszelő fogazatú galléros anya alátét. Minden gyártónak megvan a maga mindenre jó megoldása. Amíg az ember ki nem próbált, addig nem tudja, melyik az igazán mindenre jó. És hát a klasszikus opció még ugye ragasztás.
belső égési motornál ezt szoktuk szeretni. Egy-két csöpp menetrögzítő anyagot teszünk a csavar menetes részére, majd betekerjük a megfelelő helyre, meghúzzuk megfelelő nyomatékkal, és nyomás hatására ez a folyékony rögzítő anyag ez kitérhálósodik, és kitölti a menet és a csavar között, anya és a csavar közötti hézagot, és hát jó esetben ezt csak nagyon erősen lehet kiszedni a helyéről, vagy 120 fokra melegítve lehet csak kiszedni a helyéről, mert ott fog oldódni a menettömítő ragasztóanyag. Megint csak pontatlan és pongyola voltam, a menettömítő és a menetrögzítő, az két különböző fajta anyag, van több gyártó, Loctite például, akiknek különböző fajta anyagjai vannak, egy ekkora kis, itt olyan körömfestéknyi kis tégei több ezer forint, na az azért, mert tényleg működik, és tényleg nem kell több, mint egy-két csepp belőle az adott helyre, feltéve, hogyha a kötés megfelelően zsírtalan, és akkor az ember megveszi hozzá a másik több ezer forintos zsírtalanító sprét, mert a dolog rendszerben működik. Rögzítő, ragasztó rendszerben működik, és onnantól a menet olajcső mellett nem fog szivárogni az olaj, illetve a lelazulós csavarkötésem nem fog lelazulni, de bizony ehhez a megfelelő technológiát be kell tartanom. Jó? Még egyszer mondom, a PowerPoint-ban nézzék meg a menetrögzítő anyák és lehetőségek széles választékát. Lehet, hogy lesz ebből ZH kérdés, nem tudom, majd alszok rá egyet-kettőt, de jó, hogyha átnézik. Jó, és itt most és akkor abba hagyom a csavarkötést. Nagyon szép és hosszú téma, csak nem fogok ezzel többet foglalkozni. És mint mondtam az első órákon, ezt azért vettem előre, hogy önöknek lesz ugye egy mozgatóorsós házi feladatjuk, tervezési feladatjuk, és akkor legalább értsék, miről van szó ezekben a dolgokban. És akkor a mozgatóorsós házi előkészítés után visszatérnék az elkezdett klasszikus témánkhoz, ami elkezdett klasszikus téma volt a terhelések elemzése. És a terhelés elemzésénél azt elmeséltük, hogy mi az, hogy egyenértékű feszültség, de azt nem meséltük el, itt is csak érintettem, hogy a terhelésnek milyen alapvető fajtái vannak. Hát alapvetően kettő fajtája van a terhelésnek, időben állandó és időben változó. És itt most a gépelemek egyben, illetve a jármű és hajtásának egyben klasszikusan azt fogom elmesélni, hogy az időben változó terhelésnek a lelkivilága az milyen. Úgyhogy most erre térnék rá, hol a ceruzám, ki látta a ceruzámat. És akkor csak röviden. Az időben változó terhelés. Erről beszélnék néhány szót, és ennek is azonnal vannak alfajai, mert az időben változó terhelés lehet például az időbeliségtől függően véletlenszerű, ami azért elég kellemetlenül kezelhető, csak ezt jogászoknak nehéz elmesélni, hogy megértsék, illetve rendszeres. A rendszeressel könnyebb dolgozni, és leginkább erről fogunk most beszélni. Mi az, hogy rendszeres? Adott időtartamon belül van benne szabályosság. Hogyha a dologban adott időtartamon belül van szabályosság, ezt úgy szoktuk mondani, hogy periodikus a viselkedése,
és a periodikus viselkedéssel azért viszonylag tudunk dolgozni. A véletlenszerű viselkedéssel is tudunk dolgozni, de ott már nagyon csúnyán statisztikus eszközökkel tudjuk csak vizsgálni a dolgot. Ezt itt a közlekedés mindenki karon jellemzően MSC-ben fogjuk elmesélni, hogy a véletlenszerű terhelést hogyan tudjuk kezelni. Jól tudjuk kezelni egyébként, csak kicsit komplikáltabb eszközök kellenek hozzá. A rendszeresen változó terhelést meg egyszerűbb kezelni, de a kezelő eszközökben már itt is a statisztikának igen nagy szerepe van, és a véletlennek igen nagy szerepe van. Tehát, értsük meg, onnantól fogva, hogy a szerkezetre ható terhelés időben nem állandó, onnantól a dolgokat tervezni, méretezni csak adott megbízhatósággal tudjuk, vagyis emberi nyelven lefordítva, 100 dologból mondjuk 5 dolog biztos el fog törni és meg fog semmisülni a tervezett élettartam elérése előtt. Az ember ezt jó, ha elmondja a főnöknek, meg jó, ha elmondja a vevőszolgálatnak, ügyfélkezelésnek, meg elmondja a jogászoknak, hogy ez ilyen, lelkileg készüljenek föl, és ha pont az az ügyfél morog, akinél az 5%-os valószínűség bekövetkezik, és pont a dolog nem éri el a tervezett élettartamát, akkor nem az ügyfél a hülye, hanem a mérnöki eszközök hiányosak, és ezt a vállalatnak értelmesen kezelnie kell. Ezzel nem szoktak törődni, pedig ezért ez valahol a mérnöki felelősség alapja. Hogy tudom, milyen eszközeim vannak, tudom, milyen az eszközök pontossága, ezért az én termékem olyan lesz, hogy. És akinek pont az jön be, hogy nem lesz olyan, azt felelősen kezelni kell. És erre föl lehet előre készülni, hogyha a kedves mérnök ezt leírja, előterjeszti a főnökének, a főnök tovább terjeszti, vagy nem, innentől a kedves tervezőmérnök háta biztosítva van, mert ő szólt, hogy. Úgyhogy ezt méltóztatnak nem elfelejteni bármilyen olyan fajta esetben, amikor a terhelésünk időtől függő, időben változó. Ha rendszeres, akkor még úgy kezelhető, ha véletlenszerű, akkor egy kicsit kevésbé kezelhető. Jó? Ezek nagyon-nagyon fontos alapaxiómák. 100 termékből legalább 1-2-3 törni fog. Ha az ember űrhajót csinál, ott is. Mert vagy vastag páncélból csinálja, és akkor nem bír felszállni, vagy tojáshelyből csinálja, és akkor az első kóbor porszem kilkasztja a világűrben, vagy nagy levegőt vesz, és iterál, és akkor mondjuk 65%-os megbízhatósággal szerencséje lesz. Neki is, meg az űrhajósnak is. Nem egyszerű. No, nézzük akkor, hogy néz ki egy időben változó terhelés? Az időben változó terhelés úgy fog kinézni rendszeres esetben, hogy van valamilyen időfüggvényünk. Itt lesz mondjuk nekem egy nagyon szép valós terhelésem. Ez lesz egy valós terhelés. És ezt az ember, ezt a valós terhelést egy kicsikét megszűri. Azért szűri meg, hogy kezelhesse, mert minden felharmonikus nem lehet rátenni szegény rendszerre. És azt mondja, hogy oké, ilyen a valóság, de ezt én nem bírom kezelni, az ilyen szűrös izéjelet. Ezért legyen az, hogy én csak ezt a fő, jól látható színuszt fogom kezelni. Ugye ennek itt lesz egy nagy T periódusa. Nagy T periódusa lesz neki, ez a rendszeresség időtartama. És itt akkor mit látok? El tudok nevezni jellemző értékeket. Itt lesz nekem egy sigma max.
itt lesz nekem sigma min. A sigma maxot rossz helyre írtam persze. Itt a sigma max. Sigma min. És akkor mit tudok még? Ha akarok, definiálhatok egy sigma m középértéket, és egy sigma a amplitúdót. Vagyis jellemzők az esetünkben, a jellemzőt mindig, tehát az időben változó folyamatot mindig egy paraméter párral tudom leírni. Ez a paraméter pár lehet sigma min és sigma max, mint paraméter páros. Vagy azt mondom, hogy ez legyen nekem valamilyen sigma középérték, és sigma amplitúdó érték. Hogy lehet átszámolni egyikből a másikba? Klasszikusan úgy, ahol a sigma középérték úgy jön ki, hogy ez egy sigma max plusz sigma min per 2, és a sigma amplitúdó hogy jön ki? Az meg sigma max minusz sigma min per 2. Ezzel akkor megvan a sigma max, megvan a sigma min. Ezt nagyjából egy mért görbéből 2 percen belül leolvasom. És a közelhetőség a színusz leírásához sokkal kellemesebb a középérték amplitudó páros. Ezt meg a két szélső értékből szépen az ember kibányásza. És hát ezt jellemezni is szokás, ezt a dolgot, egy nagy R betűvel szokás ezt jellemezni, a nagy R az nem más, mint sigma min per sigma max, és ezt úgy szoktuk hívni, hogy ez az aszimmetria tényező. Jó, ez fogja jelenteni, hogy mennyire nagy vagy kicsi ez a változása a terhelő feszültségem, terhelő erőm értékének. Azt nézem félszem, hogy időnk lassan lejárt, jó, akkor ezt most itt mára abba hagyjuk, az aszimmetria tényezőnél. Fogják látni, ha pörgetnek a következő videóra, hogy innentől kezdve már a többi videó az élő adásból készült, lesznek kommentek, megjegyzések, továbbra is bakik és hülye fejvágások minden mennyiségben. Úgyhogy nyugodtan nézegessék tovább a videókat, nyugodtan kapcsolják be hozzá az élő kommenteket is, és fogják látni, hogy ez hogyan működik rendesen, amikor tényleg az ember így online meséli a mesélnivalót. Jó? Ez akkor most az utolsó felvételről készült közönség nélküli videó előadás volt, a 4. heti. És itt akkor most abba hagyom, és köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!